estét kívánok! Szegeden jártam egyetemre, és egyszer egy professzor elkésett az előadásról, különösen váltunk 25 percig álltunk, és akkor bejött, és elsütött azt a viccet, amit most végre elsütettek én is, mert valami ilyen szellemesség volt, hogy hát itt ez nem is Viszmajor volt, hanem miután a vonata késett, ez már Viszmajor volt, úgyhogy akkor most ezek szerint BK Viszmajor történt. Szeretettel köszöntöm Önöket, Dés Mihályra fogunk beszélgetni. A most második kiadásban a Libri kiadónál megjelent Pesti Barok című regényéről. Az a tisztességért, hogy én annak idején az Élet és Irodalomban írtam erről a könyvről egy rövid recenziót, és az a tisztességért, hogy a Tácsú Doritónak is rövid szöveg olvasható a akkori írásomból, amit ez az akkori jelző azért megtévesztő, ez nem volt annyira régen. Az első kiadás 2013-ban jelent meg, most 2015-öt írunk, ez testvérek között sem nagy idő. Szeretném, hogyha erről beszélnél, hogy mi az oka ennek a gyors kiadásnak, mi az oka annak a kis fülőnek, ami a könyvre van fűzve, hogy a végleges kiadásról veszi a kezébe az olvasó, amikor a Librinek az idei kiadását olvassa. Hogyan történt, miként történt ez? De mielőtt még így egyenesen a kérdésre válaszolni, mert egy közérdek és egy magánjellegű bejelentést szeretnék tenni. És én is állva, mint tisztelettel köszöntök mindenkit, aki ebben a hőségben és így a Bika viadaloknak és a Lőtórai ösztáncnak az idején elfáradt ide. Nagyon sajnálom, hogy megvártam, hát nem szoktam a BKV-t, megszoktam, de ezt a váratlan helyzetet nem, és nem tudtam ott a nyugatinál, ráadásul elnézni, nem találtam a megállót, és senki nem tudta, csak a vidéki jött, ugye, és akkor nem tudták, hogy hova helyezték előre, majdnem elrohantam az oktogonig, nem találtam, visszarohantam, kiderült, hogy visszarakták a híd mögé a Lipót körül, hát a Szent István körülre. Tehát, hogy bocsánat. És utána még de azt sem gondoltam, hogy utána, amikor végre megtartam, akkor majd 15 percig érti be ezt a parszétől, vagy a vizétől, a nyugati tértől az oktogonig. A második, ja, az megvan, megoldódott, vizet akartam kérni. Köszönöm. Tök mindegy. Ma már végig. Szóval, igen, helyesmitelik harmadik kiadás. Nem második kiadó. De köszi szépen. Hát röviden az, hogy miért van ez a kiadás, vagy miért jött el át, vagy? Igen. Tehát, hogy mi az oka ennek a tulajdonképpen a gyakorlatban ritkaságnak számító sietségnek? Hát tulajdonképpen nem, ahogy veszük, ugye, hogy mennyire a pohár félig, üres félig tele van, ami valakinek kívülről kapkodásnak, nekem az végtelen várakozásnak tűnt, szóval az a rövid története, és sem akarok válkálni, hogy ugye ez a könyv megjelent, ahhoz képest, hogy első könyv volt, és én igazoltan hiányoztam 25 évet ebből az országból, nem nagyon ismertek. Sikeres volt, és az első kiadás az két hónapot elfogyott, és akkor lett egy második kiadás, és akkor az is nagyon az ilyen korra lett, tehát így a márciusban jelent meg, és akkor így a könyvfétre lett egy második kiadás, és akkor az ősz az is elfogyott. És valamiért, amit én nem tudok megfejteni, nem nagyon, mindig csak ígérgették, hogy újra nyomják, hogy lesz harmadik, és sokat vártam, azért mondom, nekem az sok idő volt, másfél évig egy könyv, ami lehet, hogy azért, mert mit tudom én, nyugaton éltem, és ezt úgy valahogy nem fért a fejembe, hogy hát a könyv az egy portéka, akkor ha nincs,
és nem azért nincs, mert nem kell, hanem azért. Szóval, és ez így ment, és akkor végén be. Úgy, ahogy mondják, ma be sokat. Egy pár szót talán beszéljünk erről, hogy hosszú ideig nyugaton éltél, hogy ez pontosan mit jelent. Akárhogy is vesszük, azért az furcsaság, hogy valaki az első nyomtatásban megjelenő könyvként megjelenő művével 60 éves kora után jelentkezik, 60 éves kora után lesz első kötetes író. Ennek tulajdonképpen azt gondolom, hogy olyan nagyon sok előzménye vagy előjele nem volt ennek a regénynek, leszámítva egy-két folyóiratbeli közlés, de hát ez már a regény elkészülte után történt. Az előszó is utal bizonyos körülményekre. Szeretném, hogy erről beszélni részletesebben. Hát ugye ez azt mutatja, hogy nincs felső korhatár, hogy újra kezdjük. Éppen most is van egész másodban. Úgy érzem, hogy kb. 7 éve kezdtem el ezt írni, most már rögtösen így igen. És állítólag a 7 év alatt valami a hajnő ki újra, vagy valami történik 7 évenként, és akkor gondolom, hogy itt az ideje, hogy úgy így csak, és valami más állországba tűnjek föl. Szóval, hát én ezt már elmondtam, így egyszer-kétszer interjúban, hogy ugye hát én mindig szóval az irodalom körül folyt az életem, és lényegében én elsősorban olvasó vagyok, egy rajongó olvasó vagyok. És az egész életemet a könyvhöz, az olvasás élményéhez való viszony határozta meg kiskoromban. És abban a másik világban szerettem élni, már az igyekeztem ezen a földi léten is úgy azért valamit csinálni. És tulajdonképpen az életem ezeknek a megnyilvánulásai. Tehát az, hogy most én regényt írok, vagy olvasok, és egy álomvégelet, az a természetes élet produktum szempontjából nem mindegy. De a életforma, a viszonyom, az élet, ez a valósághoz, az irodalomhoz, az teljesen mindegy. Itt mielőtt kimentem volna, ugye 86-ban mentem ki, akkor is azért sok közöm volt az irodalomhoz, mint műfordító. Hogy más nem mondjak, például a műfordítást, azt egy nagyon-nagyon jó nevű szerzőket, ugye García Márquez, Vargas Llosa, Borges, ilyeneket, Cortázar, Carpentier, stb.-ket fordítottam. Még jó néhány nagy mestert, akik Magyarországon kevésbé ismertek. De általában nagyon keveset. Azt hiszem, hogy könyvet egyetlen egyet, egy Carpentier, olvasni fordítottam. És abszolút tudatos a 25 éves koromban, én ezt stílusgyakorlatnak tekintettem. Rettenetesen lassan, nehezen fordítottam. Szóval, mint hogyha a saját írásom lett volna, de tényleg igyekeztem megtanulni. Szóval tényleg, és nem csak és az olvasással is így voltam, és a jegyzeteimmel. Most mondok egy példát, hogy pont a Libri kért tőlem, vagy csinál egy körkérdést. A nyugati.hu című nagyon agilis kis folyóiratuk, és van egy még agilisebb honlapja, ajánlom mindenkinek. És csináltak egy ilyen szokásos, rutinos, hogy mit olvas az író úr, mit ajánlana, mi van a könyvespolcon, mit taposna meg, nem tudom, szóval ilyenek. És akkor én most valami nagyon speciálisat olvasok, mondjuk anyagot gyűjtök szenvedélyesen, a 19. század vég, 20. század első éveinek ilyen tárca irodalmát, tudom, egy éve ezt olvas, úgyhogy ez nem egy közügy, ezt nem tudom megosztani az olvasót. És akkor azt hittem, az jutott eszembe, hogy nem tudom, már megjelent, vagy nem jelent, vagy hogy véletlenül, hát mindig a véletlenek így a kezem vannak dolgok, a turkáltam, és megtartó, hogy 15 éves korabeli olvasónaplom, tehát pont 50 évvel ezelőtti olvasónaplom. 50 évvel, 15 éves gyerek voltam, mit olvastam akkor? És akkor csináltam az első, ez 1965. novemberben kezdődik, és mondjuk november-decemberi, tehát mint a napló,
66 áprilisig tart, és az első 12, tehát nem akartam válogatni, nem akartam hogy manipulálni, hanem az, hogy mi volt az első 12 könyv, így sorrendben, mert az, az valamit leképez. És hát nagyon jó pofa, mert nagy utazás, Don Juan, a Byronnak a Don Juanja, a Shakespeare-ek, Csehov, hogy tudom én, szóval zaphegyező, ugye? Tehát szóval ez, a, ez az élet, most mi? Most éppen regény írtam, máskor meg Sanyország meg sok tanulmányt írtam. Kicsit hosszan válaszoltam. Azért én kíváncsi lennék erre a listára, amíg emlékszel a tételekre belőle. Ó, hogyne, hogyne. Sőt, sőt, most éppen készítek egy blogot, és annyira megteszett a dolog, hogy ugyanígy kivonatosan, de az egész évet oda akarom rakni. Igen, hát... magyar, az csak azt hiszem a cseresnapok, a hidegnapok van, ebben a sorban később látom, belenéztem, hogy van Sarkadi, meg nem tudom mi, és nagyon lehúztam a Sarkadit. Valami, nem is tudom, valami női név, vagy valami a tündér, vagy valami ilyesmi a címe, nem emlékszem már, valami szerelmi, szóval nem olyan jellegzett a Sarkadi. A cseresnapos, az én is fagyalogtam, mint 15 évesen a hidegnapok, hát jó, jó, nem, igazán jó, de hát szóval kicsit olyan rosszal, hogy ez a József Attila díj, vagy Jasó könyv volt a 65-ben, aztán amiért nagyon rajongtam, az a Zaphegyező, a Svejk, ugye akkor fedeztem fel a Svejket, akkor olvastam először, azóta azt hiszem, hogy 30-szor. És itt meg nyitok egy újabb, ez nem, de majd, hogy nem visz, dobom a kérdést. A Svejkről jut eszedbe szerintem egy állatérdekes dolog. Nem tudom, hogy önöknél van ilyen. Én komolyan mondom, hogy a Svejket több mint, legalább 30-szor olvastam, tanítottam a Svejket. Soha nem olvastam el a második részét. Nem tudtam. Untam. Megszűnt. Tehát, hogy tehát, hogy mi a helyzet ez a videó, hogy nem biztos, hogy kerek regényeket kell írni, nem biztos, hogy szóval kevés könyv van, ami annyira adott rá, szerintem kicsit érződik is a pesti barokkon, a Svejk hatása, meg másodás is, amit te fedeztél föl. De hogy és sokszor van így könyvekkel, hogy van egy rész, van egy... meg ő kész az Bibliám, az élete. És hát őt nem érdekel, és akkor mi van? Térjünk akkor az időben oda, a 25 évvel ezelőtti időre. Az ugye az előszóban azt mondott, hogy az első fejezetért ezt, amikor már kimoltál külföldön, hozzákezdte az írására, az egy fejezetnek a végére jutottál, és aztán elszólítottak egyéb teendők. Mi történt, vagy hogy zajlott, mi volt a kémiája, a alkimiája a dolognak, hogyan alakult, mi lett a folytatás, hogyan lett ez ebből a 2010-es évekre egyszer csak egy kézirat? Hát első forduló, hogy a genezis ennek. Tehát, hogy 86-ban kimentem, és nagyon ki akartam menni. Ezt valamennyire tükrözi, mert ennek a egész más történet is, és máshol a menekülás a főhősnek nem sikerült, tehát ez a japán és kínai történet, és akkor a kínai elterült, tehát a főhős nem tudott kimenni, de ezt a hangulatot akkor mindenki elvágyódott. Most mindenki elme, de a fiatalok közül, de akkor meg mindenki elvágyódott. Tehát ez a Csehov három nővérek effektus, hogy mindenki Moszkvában vár, csak itt Moszkvában vár. Tehát nagyon-nagyon el akartam elmenni. De ugyanakkor elmenni, az hát, ugyanakkor egy problematikus dolog. És amikor én elmentem, akkor egy rettenetesen, tehát egyszerre nagyon el akartam menni, és úgy gondoltam, hogy nem kalkuláltam, hogy örökre menem, de hogy kész, ennek vége. Ez lejátszott, és most új életet kezdek megint. És ezzel a nagyon erős elhatározással párhuzamosan egy rettenetesen erős nosztalgia ébre.
Tehát az a világ, az a nagyon intenzív, lehet, hogy rossz, hát ez ugye van ennek a könyvnek, ami van egy mondat, ami aztán ilyen motto, vagy szállóige lett, ez a nem volt még egy nemzedék a Földön, amelyik olyan jól érezte magát rosszul, mint a miénk. És ez az intenzitás, hát egy nagyon nehéz körülmények közül mentem ki, abban az értelemben, hogy senki nem állt velem szóba. Ez egy leitmotív, tehát nagyon sok olyan spanyol értelmiségi, meg sok tolmácsoltam is, akikkel itt ugye puszi pajtások voltunk, akik kimentem, akkor jó napot lehetne valami, mert tudom, kicsit így az utca, vagy valami utcaseprés, közmunka, semmi. Tehát nekem nulláról kellett kezdeni, nem voltak barátaim, hirtelen kiderült, hogy nincsenek, azt hittem, hogy annyi jó haverom van. És hát ez felerősítette ezt. És ugyanakkor nagyon jó volt, akkor jöttem rá, hogy milyen jól éltem én. Nem a Kádár rendszer tetszett, de hát valami jól éltünk. És nagyon-nagyon erős volt az a háló. És akkor valahogy, úgy éreztem, hogy ezt itt melegében meg kell írni azt a világot, azt a dept, azt a légkört, ezt a fájdalmat, ezt a nosztalgiát, ezt a honvágyat, azt az emléket. Kicsit úgy, mint egy, nem abban a stílusban, de kicsit azon az impulzuson, hogy szépen nő ír, ugye, aki mindig emlékezik, és tudom, egyiküket van is benne, és színűre. Na most ez történt, és aztán utána csak beindultak a dolgok, mert azért annyira hajtottam, sokkal jobban, mint valaha itthon, hogy találtam mindenféle munkákat, még pedig elég jókat, és hát ott nagyon kemény az élet, szóval a munka, az mondjuk 12 óra. És akkor hamar elindult egy ilyen irodalmi karrierem, tudom, hogy most nem mesélem el, és egyszerűen nem kész, hát akkor ez kiment. És aztán, amikor 20-valahány év múlva annak az életemnek egy szakasza, újabb csődje, újabb összeomlása következett, és nem tudom mit, akkor pakoltam, irodát felszámoltam, életet felszámoltam, a házasságot felszámoltam, szóval mindent, és akkor így elkezdtem turkálni, és akkor megint így jött, nem a 15 éves napló, hanem egy 20-valahány évvel ez a bizonyos fejezet elém került, és de csak ez került elő, ez fontos, hogy nagyon sok minden más, volt egy dosszi, ami a régi írásai voltak, és iszonyatosan van egy kifejezés, hogy magyarul nem létezik, de egy nagyon fontos kategória, ez a vergüenza ajena, az a, hogy amikor az ember szégyel, nem is tudom, szóval úgy szégyeli magát, hogy valaki más valaki miatt szégyeli magát, hogy az milyen hülye, az milyen modortalan. Ugye? Ez egy fontos dolog, és ha hiányzik, akkor az gyanús, hogy miért hiányzik a magyar nyelvből lesz, hogy hú, de ciki az, hogy helyett ezt kéne szégyelni magam. Na én emiatt a másik énem, a hajdani énem miatt éreztem magam nagyon-nagyon rosszul. Micsoda borzalmas dolgokat írtam, én milyen gicses, nyálas, fontoskodó pedáns fizéket. És ebben a tömegben egyszer csak előtűnt ez a bizonyos fejezet, ami ennek az, majd hogy nem szó szerint az első fejezete, amit elkezdtem, röhögő görcsöt kaptam, és nem tudom, és élveztem, és szóval hát akkor ilyen is volt, hát akkor ezt kéne írnom, és akkor ez bekattam, és még valami, hogy már amikor önök 2 éve írtam, akkor egy napló, hajdani napló, vagy egy naplót, időként vezetve a naplót, naplóbejegyzésben megtaláltam azt, hogy én 87-ben, 88-ban mit akartam írni. Tehát mi akart lenni az az első, milyen regény akart lenni az első fejezet, most teljesen más, mint amit írtam, és ez az a 20-valahány év. Milyen könyv akartam írni? Az egy, igen, inkább a közelebb van a szépernőhöz és a nosztalgiázóhoz és egy hangulat. Tehát kicsit közelebb van ahhoz, amit úgy a, főleg az én nemzedékem olvasott ebből a könyvből, hogy ez egy ilyen nemzedék krónikája, és hogy egy légkör, és egy nem tudom micsoda. És hát vannak, akik nem, főleg a fiatalabbak, amikor egyszer csak elkezdte, hála Istennek azt felfedeztem, hogy nagyon, nagyon jó, hogy a saját nemzedékem úgy magára ismer a hajdali bulikra, meg a leptomikre, meg a légkörre. De hát azért az igazi írói elégtétel az volt, amikor vagyok olyanok, akik még csak tervbe se voltak véve, és egyszer csak élvezik, mert akkor már meseként működik a dolog, irodalomként működik igazándiból. És ők inkább, meg hát
mondjuk vágyszebűbb olvasók, azok észrevesznek olyan irodalomjátékot. És akkor az történt, hogy én nekem az egyetlen nem, tehát az, hogy én így pusztán rekonstruálják meg emlékezek, ez nekem kovább nem volt elégséges. Én a vége felé már spanyol is kezdtem írni, mármint fikciót, és egész máshol tartottam. Tehát ez a 20 év, meg az, hogy nagyon más irodalmi közegben voltam, ugye hát ez a spanyol, főleg spanyol nyelvű közel, latin-amerikai, az egy egész máshonnan táplálkozik, mint a magyar, egész másképpen táplálkozik az irodalomból már. És mint egy olyan ember, aki hát én főleg főszerkesztő voltam, lapalapító, ilyesmi, tehát a hajdani kis recenzensből, meg kritikusból én egy ilyen irodalom irányító lettem, meg íróknak a szövegét javítottam. Na most ez is egy teljesen más viszony. Teljesen, mint a tanár, aki lehet, hogy egyébként nem olyan érdekes, de jól veszi észre a hibákat. Ugye? Tehát ez nagyon kifejlett, mindez, amit elmondtam, nagyon kifejlesztett belőlem egy egész más attitűdöt az irodalom iránt és a saját irodalom. Tehát amikor az első fejezet egyrészt nagyon tetszett, másrészt meg pontosan tudtam, hogy nem ezt akarom írni. Nem ezt akarom írni, nem egyszer emlékezni. És akkor jött ez, akkor még föl sem merült az első fejezetből, hogy ez egy barokk konstrukció lesz. Egy komplikált dolog, aminek több fedele van, több olvasata. Az egy ízes, szép, izgis, kedves izének készült. Nem tudom, mi lett volna belőle. Ez se tudom, mi lett, de ez bonyolult az. Azt mondtad az előbb, hogy örömmel vetted észre, hogy a te nemzedéked, vagy van egy nemzedék az irodalomban, amelyik fölismeri magát. Hát ugye ez persze nem volt nehéz, ugyanis ez egy, akik olvasták, azok jól tudják, hogy a könyvnek egy jelentős részében valóságos emberek valóságos nevükben szerepelnek. Nagyon sok olyan figura van, aki nem a valóságos nevén szerepel, de abszolút fölismerhető, közkeletű, a neve egy picit van elváltoztatva, de teljesen fölismerhető figura, köztünk élő, még ma is élő, létező valaki. Tehát, hogy azért itt, hogy mondjam, elébe mentél ennek a felismerhetőségnek. Igen, elismertem, de azt hiszem, hogy ezzel kapcsolatban, bár nem én vagyok hivatott magam könyvét, természetesen a magam könyvével kapcsolatban ítéleteket hozni, hozok megállás nélkül, de azok túl jók mindig, valahogy úgy sem, hogy túl jól a sikeretek. Szóval, hogy ezt elén, tehát azt, mindenki azt olvas bele, amit akar. De az igazság az, hogy én ezt nem annak szántam. Én ezt nem annak szántam, tehát nem annak, hogy itt egy kulcsregényt csinálok és felismeredem. Éppen ellenkezőleg a stílus paródiák, ez a könyvnek sok olvasat, van egy ilyen nemzedéki olvasata, meg van egy olyan olvasata, vagy lehet egy olyan, hogy ez egy Don Juan paródia, mert az is, ugye, nagyon érdekelnek az irodalmi mitoszok, és az egyik ugye legtermékenyebb, és legizgalmasabb, és legérthetetlenebb, vagy talán irritálóbb irodalmi mítosz az a Don Juan. De ugyanakkor a legtermékenyebb, nincs még egy, az Ödipuszról se, senkiről nem írtak annyit. Senkiről, tehát ez elképesztő. De ez érdekelt, hogy mi van Pesten, tehát van egy ilyen, lehet egy ilyen olvasata is. És lehet egy olyan, ilyen úgynevezett meta irodalmi olvasata is, hogy mondjuk azt, hogy az olvasásról beszéltünk, hogy itt egy szenvedélyes, alázatos és hisztériás, egy hisztérikus olvasó, mint amilyen én vagyok, tehát a hisztérikust úgy értem, ha valami nem tetszik, akkor két sor után úgy dobom ki, mint a franc, az akárki az, és akármilyen díja van, és nem értek el, tehát úgy olvasok, mint 6 éves koromban. És van olyan könyv, amihez többi, mint 10-szer tértem vissza, most nem akarom megmondani, ez egyik klasszikus, 10-szer dobtam el, amíg pár éve szégyen szemre olyan élményt adott, amit azóta nem tudtam felülmúlni, mert ez 2-3 éve volt. És, tehát, hogy fel lehet fogni, mint egy olvasónak, hogy én mindazt az irodalmat, amit fontosnak tartok, ami engem emberré tett, ami engem, aki vagyok,
sokkal inkább vagyok a könyvek, amiket olvastam, amit az életem, amit éltem, hogy azokkal leszámolok, azokkal elszámolok, azokkal tisztázom a viszonyomat. Kedvesen, ironikusan, évődve, nem tudom, és ebből állítom össze, és ezért van az, hogy a főhős tulajdonképpen egy adottatok idő, hogy megpróbálja írni a regényt, de hát ahogy az illik, nem elégedett vele, akármilyen módon fog vele, akármilyen stílusban, akármilyen rájön, hogy ez egy hülyeség, ez már elavult dolog. Tehát a modellek. Tehát van egy ilyen játék is a könyvben. Van benne egy nagyszabású generális játék, mégpedig hát a formákkal, a műfajokkal, ha nem is az Ulisszesznek a szabályossága, ugye minden egyes fejezet egy határozott beszédmód, és annak valamiképpen a paródiája. Valamilyen lazább formában tulajdonképpen ez is megvan. Őszintén szóval most a második olvasáskor ennek a mostani kiadásnak az átlapozás, akkor azt vettem észre, hogy tulajdonképpen ez nekem az első kiadáskor, az első olvasáskor jobban külön vált. Most egy kicsit jobban összefolyik. Ugye persze itt... De melyik? Tehát világos, hogy amikor a besugói jelentésnek a paródiája van, az önmagában megáll most is, és így működik, de arra az emlékeim azok az első olvasásomról, hogy például az első fejezetek, az első négy fejezet az határozottan külön vált. Tehát stilisztikailag is külön vált, nem csak tematikailag. Most egy kicsit én ezt kevésbé éreztem, őszintén bevallom, de kétségtelen ez a játék, ez ott van. Ennek mi az oka, vagy mi a magyarázata? Igen, itt van egy építkezés, mindjárt megvan, csak rájöttem, hogy az előbb a nagy magyarázatom, ez hajlamos vagyok arról, hogy elveszítsem a fonalat, még a saját magam fonalát is. Hogy nem, tehát erre a tényregényre. Tehát többek között a játék, ebben a metairodalmi játékban, tehát hogy olvasónaptól és hogy játszom a stílusokkal és nem tudom micsoda, aminek van nem csak játék értelme, van egy dramaturgiai értelme is, ugye épp azért, mert hogy a pasas az a fő, a tanrátor az próbálja regényt írni, és akkor megpróbálja, és akkor tehát ezek a váltások, ezek ilyen dramaturgiai fordulatokat is hoznak. Tehát, hogy ez mennyire tényregény vagy kulcsregény, hogy azzal is szórakoztam. Azzal meg kicsit kegyetlenül akartam szórakozni, tehát abban az értelemben, hogy a legnagyobb hazugságnak a tényregény, meg a kulcsregény, meg az igazság kimondását tartom, az egyetlen tekintve, hogy ezek az emlékiratok, meg nem tudom, akármilyen jó szándék, általában nem azzal írják, de akármilyen jó szándékkal írják, akkor is hát hazugság, mert az ebben memóriája az egy konstrukció, ugye? Ezt most nem akarják, akkor 100 000 bizonyítékot hozok, de hát ez egy pszichológiai alap, hogy amit mi hiszünk, meg amit mondunk, az nem úgy van. Na most, hogyha én elkezdem azt, hogy a tény, és hát az a játszak, de most ezt akartam én kifigurázni. Az egyetlen, ami igaz, amelyik rögtön műfajilag par excellence bevallja, hogy hazudik. Az a fikció, az a regény. Az nem hazudhat, az lehet rossz, és akkor nem igaz. De ha működik, akkor igaz, akkor az nagyobb igazságokat mond, mint bármilyen tény. Na, ettől még persze én is olvasok emlékiratokat, kedvenc olvasányom a világ egyik legcsodálatosabb hazudozójának, a Casanovának az emlékiratos. Ez mind rendben van, meg más miatt is lehet érdekes, csak ezt akartam, ezt az igazság, hogy most megmondjuk, és akkor is ezzel akartam játszani. És itt volt egy utalásod, hogy a könyv túlnyomó részében valóságos szereplő. Na most ezt a látszatot örülök, hogy elértem, de ez egyáltalán nem így van. Ez olyannyira nem így van, hogy tulajdonképpen itt egyetlen egy figura van modernről festve, az a nagyi figurája, aki a nagymama. Na most annyira igaz, amennyire szubjektíve ugye én meg tudok festeni valakit, hát ez egyáltalán nem biztos, hogy én jól emlékszem a nagymamára. De az nagyon nagy szeretettel és nagyon nagy örömmel és nagyon... Az igen. Az összes többi főszereplőnek talán
egynek vagy kettőnek, a fontos rendszereknek van valami valóság alapja, de hát aztán teljesen elmegy. Tehát veszek egy modellt, és elmegy a fenébe. De ott is igyekeztem. És azokban az esetben, tehát azok az úgynevezett név szerinti, hogy valaki, az összesen, azt hiszem, hogy a közel 600 oldalas könyvben talán 10 oldalt, aki tesz. 10 oldalt. De ebben már minden belevesz. Tehát beleveszem az udvaros Dorottyai Pétertől, ami egy teljesen, tehát, és általában, amikor ilyen nevet használok, a pont ezért, hogy keverjem ezt, és hogy ez nem igaz. Tehát van olyan, hogy nem egy kitalált néven egy valóságos eseményt írok le, és van olyan, általában, amikor így néven nevezek valakit, akkor pedig egy fiktív helyzetbe teszem. De, tehát keverem ezt a dolgot, de ez olyan jelentés, szóval olyan pici, egyetlen egy van, aki egy fejezeten átívelő valóságos figura, ez egy bizonyos legendás, mitikus, csodálatos pszichiáter, aki van egy jelenet, amelyik ugye Liliházban játszódik, vagy pszichiátria, hogy ma így mondják, és ez annak a fejezetnek a főszereplője, mondjuk végig megy rajta. Itt egyszerűen az történt, az is fikció. Az történt, hogy nekem kellett egy diliház, és akkor már kellett egy pszichiáter. És én hallottam erről az emberről, nem ismertem. Tehát nem lehet reális. Hallottam erről az emberről, és amit megtudtam róla, beszélkeztem, érdeklődő olvasni, nem tudom, az csodálatos volt, az valami hihetetlen volt. És mindenki rajongott. És akkor azt is, még a keresésről kérdeztem, hogy erre az emberért, akire nagyon neves szakemberek, nagyon neves, egy nemzedék rajongott, milyen csodálatos mester volt, milyen sziget volt az a Hidegkuti Pszichiátriai Intézet itt a Kádár rendszerben, erre az emberről gyakorlatilag nincs semmi. És akkor valahogy úgy ízéltem, hogy hát a franc vigyel, akkor kutya kötelességem, hogy valahogy megemlékezzek róla. Tehát nem kellett volna, de annyira beleszerettem a figurába, és itt volt egy ilyen, van bennem egyébként ez egy nem tudom, hogy ez indokolt, vagy jó tulajdonság, hogy mert nem szeretem az erkölcsöt az irodalommal, nem helyes összekeverni, de van bennem akkor is egy ilyen, hogyha valami, tehát hogy erről meg kéne emlékezni, ez ne hújjon el, ne maradjon. És erről meg akartam emlékezni. Na most, a könyvem, mint ugye elég groteszk, és mindig, amikor már majdnem elérzékenyülünk, akkor valami röhelyesen, vagy valami ciki, vagy fordítva. Hát mit tesz Isten? Egy hónap ezelőtt megjelent egy könyv, Gervai András, nem tudom, titkos ügynök, kiderült, hogy ez a csodálatos ember ügynök volt. Mi a helyzet úgy emlékszem, talán a Fiatal Művészek Klubjában körbejár a főhős és magyarázza a barátnőjének, bemutatja az embereket, mindenkor ad egy ilyen kis rövid portrét, és egyszer csak ott nem csak Kés László, hanem Kés Mihály is ott szerepel a bemutatókat. Ja, igen. Hát ez megint egy játék, ugye, ez egy poén, mint akár az esti, vagy a festikornél, amikor az édesannában ugye megbeszélik, ott mennek a Gosztolányi ház előtt, és akkor jaj, és akkor kibeszélik, és vagy szóval Karinti megtalálkozik egy fiatal emberrel, és akkor ez egy játék, de többek között arra is szolgál, hogy ugye a főhős találkozik a fiatal művészek, a legendás fiatal művészek klubja, itt az Andrássy másik végén volt, és találkozik a Dés Mihállyal, és nagyon lepocskonviázza, és nagyon cikizi, és ezt élvezte. És ez azért is, mert tényleg van az, hogy egy-két, mondom, jó, ha 6-8 oldal vagy valami, amikor így néven nevezek, és így kicsit évődök valakin, de hát azok itt semmi ahhoz képest, ahogy magammal elbánok. Szóval, és még valamihez hogy azért én igyekeztem úgy csinálni, szóval, hogy volt bizonyos esetekben valóságos modell, amiből kiindultam. Tehát egy figura, vagy egy helyzet, vagy egy karakter, abból elkezdtem építkezni, nem a magam fantáziája, hanem a regény építkezése szerint. Tehát ahogy az kellett. És akkor természetesen az már rég elfelejtett abból az a kiinduló pontot, hogy milyen volt az az illető.
De volt nagyon, több olyan eset, nagyon fontos szereplők, akiknél, akik teljesen, akik irodalmi modelljük volt, vagy csak egyszerűen nekem szükséges. Mondok egy példát, ugye? Mert itt ez fölmerült, hogy a regény nagy többsége. Ne! Hogy a regény egyik kulcs szereplője, bár nem főszereplő, de mégis nagyon erős funkciója van, az a Cukor nevezető alternatív művész, aki mindent megtest, minden gyűlöletes dolgot megtestesít, amit az egyébként léha, meg zavaros, nem tudom, ilyen, de becsületes és főleg sikertelen főhős utál, gyűlöl. Na most ez, hát nem tudom hány ember mondta, ja, hogy ez a izé, az öcsém, és László, aki hát sokkal jobban benne van így a művészeti izébe, világban, azt mondja, te, azt mondja, ez a cukor, ez melyik is? Ez, annyi van. Mondom, semmi. Ezt a Lolitának a izéjéből vette, ugye az inspirált, hogy a Lolita van, hogy hívják az, aki a Peter Sellers játszott, azt a drámaírót, akit végül megül a baroktól, és aki elvarjúzta a Lolitát, aki elvitt előle. Na mindegy, szóval az a negatív figura. Abból indultam ki, semmi különben nem volt, egy-egy. Szóval bármi lehet. Bevallom, hogy én is felismertem benne valakit. Hát ez a jó, ez a jó! De erre térjünk még vissza, amit egy két-három kérdés ezelőtt kérdeztem, ezt a formák sokszerűsége, hogy ennek mi az okozat? Tehát miért van ez a szándék, hogy ilyen a fejezetek azok különféleképpen szóljanak? Igen. Ennek erre már utaltam, hogy ugye egyrészt ez egyfajta olvasónapló. A másik pedig, ugye hát azért én tanítottam irodalmat, kritikával sokat foglalkoztam, és majd azt lehet mondani, hogy egyfajta kritikai iskolát hoztam létre a legfontosabb lapban, amit én alapítottam egyébként, a Laterálban, és ott egy új nemzedék, és egy új... Szóval az egy, tehát én ezzel sokat foglalkoztam, és hát ugye a prózaórás, hogy úgy mondjam, nem adok el semmi újdonságot, hogy a prózaírás, a regényírás modelljei, tehát egyébként minden művészetről beszéltünk, zenéről, és ezért is, de most regényről van szó, azok enyhén szólva problematikussá váltak. Nem most, 150 éve, vagy 120 éve. Hát ezek gondolják, hogy Ulisses az mikor született, vagy a Bruce mikor. Tehát ez egy problematikus dolog. És de most erre különböző válaszok voltak. Mindannyian ismerjük ezeket a válaszokat, mindannyian ismerjük a posztmodern választ, mindannyian ismerjük a magyar választ, ugye a magyar elit irodalomnak, az Eszterházi féle, szómágiák, akrováciák, izék. Én egészen más honnan közelítettem meg a kérdést. Nekem az érdekelt, hogy tudok egyszerre megcáfolni ezeket a modelleket, ugye? De minden fejezet, miközben egy történet, ami visz előre, és mindig van egy újabb fordulat, és egy újabb fordulat, és ezek, az egyben egy, a főhős ír egy regényt, ezt ugye a közepe felé tudjuk meg, hogy tulajdonképpen amit olvasunk, az a főhősnek egy ilyen regényírási kísérlete, mert vannak ilyen utalások, hogy ez a fejezet se sikerült, ezt így nem lehet, és akkor itt az első, mondjuk az első fejezet az egy ilyen mikrorealista, kicsit ilyen szecesszívus, szépernős, hunyadisáros, nem tudom micsoda, egy kamara darab, ahol nagyon kevés dolog történik, és az van úgy cizellálva, és hangulatok, és nem tudom mi. És akkor a következő fejezetet úgy kezdve, hogy ez így nem mehet tovább, ez egy hülyeség, hát már leírtam 36 oldalt, és még mindig ugyanott tartunk, ahol elindulhat ez, de na akkor itt nem, hogy gyorsan kell, eseményekkel, nem tudom. És akkor ír egy ilyen keleti modellú mesét, hogy asszociációk, sztorik, tehát ilyen anekdotázás, ugye, nagyon sebesen, viccesen, nem tudom is. Na, de azzal se jut sehova. A harmadik fejezet az, hogy ez olyan, mint a kocsmai dumák. Se eleje, se veleje, nem tudom, össze-vissza. De. Akkor azt mondja, nem, ezt elejéről kell kezdeni. És akkor megírja az önéletrajzát. Akkor egy ilyen emlékirat, önéletrajz, családregény paródia.
Miért? Mert én azt akartam, hogy mert őszintén hiszem, hogy a felhasznált és elhasznált modellek mára már valóban lejáratottak. Nem lehet úgy írni, mint Jókai, de úgy sem, mint Balzac, de úgy sem, mint Joyce. Legalábbis nem érdemes. Meg is lehet. De akkor meg hogy? És akkor én az a találmányom mondjuk, hogy a romokból hogyan lehet. Tehát minden fejezetem a sok lehetséges olvasat közül egyben egy cáfolata, egy ironikus, játékos cáfolata annak a modellnek, annak a struktúrának, de a végén, ha jó a regényem, akkor ezekből a cáfolatokból, ezekből a kudarcokból épül fel egy regény. És itt a romok, tehát ezek a cáfolatok, ezek a stílusromok és a fölépülés az annyiban érdekes, mert én szándékom szerint egy nagyon vitális regényt akartam érni. Talán szomorú vagy valami, de én ott nem birizgálok, meg ott a szöszmötörök, nem. Ebben tehát egy nagyon bővérűre akartam, tehát barokk, ömlik, de formához árva, és ezekkel a hulladékokkal akartam így felépíteni. Nekem sikerült. És miért barokk? Miért pont a barokk? Hogyne, ennek több oka van. Ennek több oka van. Alapvetően azért, mert lehet itt, és én is már össze-vissza beszéltem posztmodern, meg erre, lényegében két stílus van. És a két stílus a világon, mindenben, építészetben, zenében, irodalomban. És a két stílus a világ kétféle értése. Klasszikus stílus és barokk stílus. Vagy ha úgy tetszik, klasszicizáló, harmóniára törekvő és barokk vagy romantikus. Ezt mindegy nevezhetjük úgy, a román stílus ugye az a klasszicizáló, és ezek mindig váltják egymást. Van, amikor együtt élnek, ugye? Tehát van a klasszicizáló, abba tartozik a román, arra jön a barokknak megfelelő, a nyugtalan gótika. Arra jön a reneszánsz, ami klasszicizáló. Arra jön a barokk, ami ennek az ellenkezője. A barokkra jön a klasszicizmus, arra jön a romantika, stb. Utána kezd kicsit össze. A lényegében mi, és miről van szó? Kétféle, az egyik, a klasszicista az komfort a világból. Irodalomban ez azt jelenti, hogy ki tudja fejezni. Azért nem kell neki több mondat. Azért neki nem kell neki több jelző. Ki tudja fejezni. Úgy érzi, hogy ki, és ki is tudja, a jók azok ki is tudják. A barokk, most ezt leegyszerűsítem és egyfajta teóriára húzom rá, a barokk pedig meg van szédülve, azt megcsapta a világ, nem érti, nem tudja fölfogni, nem fér bele a fejébe, ő nem tudja átörelni. És akkor kell ez a nyújtózás, a gótika, a tornyai, a barokk burjánzása, a romantika exaltációja. Ez a izé. Na most nálam ez van, és ezt kombináljuk ezzel a stílus problematikával, hogy én úgy éreztem, hogy ha se hagyományos forma, egyik hagyományos formában sem tudom megírni, de talán az általam megcáfolt stílusokból össze tudok tenni, és ez kellett egy barokk. És a másik, ami nagyon fontos nekem a barokkban, az, hogy a ellentétben a közhiedelemmel a barokk az sokkal fegyelmezettebb műfaj, ugye, például a romantikára ez nem jellemző, ez egy másik dolog. A barokk az matematika, a barokk a statika, az kombináció. A Bach az kombináció.
kombinációk sorra olyan, mint a matematikus lenne. Egy katedrális, egy barokk katedrális nem állna meg, ha nem lenne tökéletes. Pont, tehát ez csak egy látszólagos burjánzás az igazi barokknak kellett, és én ezt építettem. És még itt volt egy belékérés, amit befejezem, hogy az első fejezetek a laptopi, abban is volt egy kalkuláció. Nem csak ez a stílus dolog. Én azt akartam, de ezzel nem mindenki értett egyet így a környezetem, aki olvasta, hogy az elejét azt ugye elég frivolra veszem. És egyre súros, sűrűsödik, egy ilyen spirál. És azt akartam, hogy az eleje az könnyen olvasható, frivol, tehát hogy belemenjenek a málnásba, és amikor már úgy megszeretik ezt az egészet, akkor már ne tudják abba hagyni, amikor, hogyha azzal kezdődne a sűrűbb részével, akkor lehet, hogy nem olvasnak. Tehát volt egy ilyen kis ravaszkodás is. Amikor te itt hagytad Magyarországot 80-as évek közepe második felében, akkor tulajdonképpen, hogy mondjam, a magyar irodalomnak éppen egy ilyen felfele szálló árama vagy szelete volt kibomlóban. 80-ban jelent meg ugye a két nagy könyv, a Bevezet és a Szép Irodalomba. Elhazi Pétertől és az említett könyvben Ádas Pétertől, és ennek a rá következő évben azért mindenféle folyamányai voltak. Amikor távol voltál, mennyire ismerted, mennyire követted, mennyire érdekelt egyáltalán ez, ami Magyarországon az irodalomban, az elit irodalomban, abban a világban, ami szegről végről ennek a könyvnek mégiscsak valamiképpen tárgya folyik. Hát természetesen nagyon érdekelt, kétféle szempontból egyszerűen, mint megint csak itt olvasó, és hát de változóan. Tehát én nekem más az értékrendem, akkor is más volt az értékrendem, tehát nem teljesen azonosulok a mai magyar irodalmi establishment is kritikai, és mondjuk a kánonnal. De vegyük Eszterházit, aki talán a legnagyobb repkép, mondjuk vegyünk két, mert a Nádassal nem olyan egyértelmű a viszonyom, hogy vegyünk kettő, és az újabb könyveit nem is olvastam. Az Eszterházinak én borzasztó nagy híve voltam. Tehát a legelső pillanattól kezdve ott azt nehéz ma leírni, mert ma nem annyira érdekes számomra, de amikor ő, ahogy megjelent az első könyvekkel, Azt nem lehet semmihez hasonlítani. Az tényleg a földindulás volt. Szóval az szférák zenéje. Szóval egy más világ volt. És én borzasztó nagy híve voltam, és borzasztóan imádtam, és ahol tudtam, hogy a kritikába sem tudta, dicsértem. A másik ilyen volt, az viszont egy titkos ász volt, az ma nehéz sztori nézni, az a Kertész Imre volt, akit akkor lényegében ugye hát, tehát mondjuk a olvasók, a művelt olvasók 90%, aki könyvet vesznek, nem ismerték, a 10% meg a 95%-a gyűlölte, tehát aki olvasna. Erre van is az utalás a könyvemben, utálták. Tehát az a kevés, aki olvasta, az utálta. Tehát a sorstalanság egy nem olvasott könyv volt, és azokban a körökben, ahol igen, az főleg zsidók, azok nagyon utálták. És volt egy másik kör természetesen, ugye Spiro kezdte meg, ő is fedeztette fel egy legendás, 5 évvel a megjelenése után az Ésben egy cikk, és akkor ezt elolvastam, és mondja, hogy ilyen nincs. Ez tényleg az, aminek ő írja, és én ezt nem olvastam, és akkor elolvastam, és azt hittem, hogy hú, hát ez izé. Tehát ezek voltak a főre, és volt még mások is. És aztán, amikor kimentem, én ugyan egyáltalán nem akartam magyar irodalommal foglalkozni, illetve nem ez volt a foglalkozás, mert vannak, akik ilyen professzionális magyarok lesznek, kimennek, nem tudják magukat kitalálni, nem tudják, nincs más munkájuk, de azért vagyok bölcsészek, hát körülbelül ezek irányítják ott a tranzakciókat és azért. Nincs jobb dolgok, de szeretnének valami melót, és akkor elkezdik járni a kiadókat, és ott a részének, a könycsörök hátra megbíznak egy lektorizével, meg nem tudom. Nem így volt, én rögtön belekerültem a sűrűjébe, dolgoztam, mint egy állat, de megint csak van ez a izé bennem, hogy kutya kötelességem, hogy...
Tehát például vagyok a kertész esetében én publikáltam őt először spanyolul, a folyóiratomban eszéjét, többet is, interjút is, sokat írtam magyar irodalomról. Itt most egy olyan időszakról beszélek, amikor még ez a nem volt, tehát 2000 előtt bőven, tehát nem volt ez a frankfurti jelenség, ez a berobbanás, nem volt kertész Nobel-díj, tehát 1987, 8, 9, 90, 91, tehát amikor ezek még nem, tehát még akkor még Esztázi nem volt spanyolra lefordítva, én tapostam ki egy kiadóból, hogy fordítsa le az teljesen ismeretlen szerző Sorstalanságát című művét, segítettem fordítótok, én magam nem fordítottam. És attól kezdve, ha kijött egy magyar író, még akkor is, ha nem szerettem, akkor is kötelességet éreztem, hogy bemutassam, ha kiadták egy könyvet, úgyhogy én már ilyen professzionális bemutató volt, nem csak magyar íróknak, hanem a spanyoloknak is. Röviden másnap bemutattam egy könyvet, és kötelességet, hogy bemutassam, hogy valamit írjak róla, pár jó szót, megvendégeljem őt, utána vacsorát. Szóval, úgyhogy az embernek van egy ilyen házigazda izéje, és úgyhogy ez is tartozott. Ilyen záró kérdésnek gondolom, hogy ilyen koreográfiát nem beszéltük meg, és időtartalmat sem, de talán azt megkérdezném, de lehet, hogy blaszfémiának fog hangzani, és az is lehet, hogy nem akarsz, vagy nem tudsz leválaszolni. És azért blaszfémia, mert hát ugye egy egészen frissen kiadott, új változatban frissen kiadott könyvvel van dolgunk, de hát én mégis megkérdezem, hogyha semmilyen előzmény nem lenne, most ülnél ott a fehér papír, vagy az üres számítógép képernyő előtt, akkor ugyanezt a regényt írnád, mit csinálnál másképp, másképp csinálnál egyáltalán valamit? Tehát igen, ezt a regényt, mondom, egyfajta elszámolásnak szántam, tehát ebben az értelemben a legelső pillanattól kezdve tudtam, hogy soha nem írnék ilyen könyvet még egyet, de ez azért, hogy nagyon kívánkozott belőlem, és fontos volt nekem, hogy ezt így rendezzem. Amit írnék, most hát meg amit írtam, az mondjuk amiket hát írtam, egy ilyen értem, egy értékelhető könyvben volt, ez nem egy nagy irodalom, de az eredetiség, a másság azért az, ami is rajta van, és én azt hiszem, hogy jó, azt keresem, hogy ne ismételjem magam, ne másképp, de mindenképpen, ha mondjuk újra egy olyan tisztán regényt írnék, akkor ott venném fel a fonalat, ahol spanyolul abba hagytam. Tehát egy egész más irodalom, az egyáltalán nem barokk irodalom, hanem az egy teljesen más hangvétel. Én, ha kivennék belőle valamit, akkor pont ezeket a jelentéktelen homázsokat, ami már, amikor arról beszélünk, hogy ezek a valóságos nevek, meg nem tudom micsoda, tehát hogy használnak valóságos neveket, akkor hát itt külön választanám azt, amikor mint ennél a bizonyos pszichiáternél egy jelentősebb szerepe van, és hát lényegében egy kutatás alapján én kreáltam egy figurát és szituációkat, és az egy klasszikus realista módszerrel mondjuk. Azt mindenképpen meghagynám, meg vagy akár az Udvaros Dorottya bevonásokat, ahol ugye van egy, valaki nem tudta, hogy olvasta, vagy valaki, vagy nem olvasta, de hát van egy olyan dolog, hogy egy olyan játék, hogy kellett egy karácsonyi este, akkor a főhős, a kilenc várhoz és nagyomájával egyedül van, együtt karácsonyoznak, és életében még nem maradt egyedül este, mert ez ugye minden éjszaka elmegy ez a fickó, és valahogy a körülmények miatt ott maradt karácsony, nem tudom mit csinálni, bekapcsolják a tévét, és a tévében Udvaros Dorottya Adinak a bűn, rossz, gicses, gejl karácsony című versét mondja, és akkor hát egy ilyen groteszk játék alakul ki, hogy olvassuk a verset, a főhős
magában kommentálja és szidja a verset, tehát egy ilyen furcsa verselemzés, és közben a nagymamájával, nagymamájával mindig azt mondja, hát én ismerem, én láttam az Adit, amikor fiatal voltam, és nem többször nézi. És ebből egy ilyen bőrlesz jelenet van, de közben megy az Adi vers, közben megy az Udvaras Dorottya szavala, de egy külön tészta, mert az Udvaras Dorottya akkor mondjuk 20-valány éves volt, és ugye nem, rá nem jellemző, hogy verseket szaval. A sors játéka az az, hogy én erről hallottam, hogy az Udvaras Dorottyának volt egy ilyen, vagy emlékeim voltak, mert én akkor őt ismertem, és volt valami emlék, föl is hívtam, hogy Dorottya, ez volt egy ilyen, és melyik volt az, és az. Na, mondom, jó. És akkor kitaláltam jelenetet. És amikor ment a regény, a Facebookra egyszer egy ilyen rajongó valaki beküldött egy linket, amiben ez a szava, tényleg volt a szavalat, és tényleg pont úgy szavalta, hogy ezt nem akartam elhívni. Pont volt egy elméletem, hogy hogy szavalta ezt a ízét. Na mindegy, szóval ez a jelenet nekem ugye arra volt való, hogy a gicsről, a gics jelenségéről csináljak egy kvázi egy eszét, de nem egy hagyományos eszét, hanem hogy hogy lehet történetet csinálni a gicsről, hogy színházat, hogy lehet jelenetet. Tehát hogy válik irodalommá, élő irodalommá, eseményi a gics? Tehát tulajdonképpen ez egy eszé a gicsről, csak egy bohózatban. Egy gyengé, tehát a főhős, aki végig toporzékol, hogy mit csinálok hátra, a végén elbőgi magát. Tehát ugye, hogy a gicsnek nem az az érdekes, hogy azt könnyen megállapítani, hogy miért rossz. Az a nehéz, hogy de akkor meg mitől? Az a tündi-bündi. Cuki, az az édes, ugye? Ez a nehéz. De nem is tudom, nem ilyen elfelejtődni, mi volt a kérdés, bocs. Nem egészen az volt, de nagyon jó választás. Jó, hát én megköszönöm, hogyha bárki ne úgy érzi, hogy szeretne valamit kérdezni, akkor itt a lehetőség. Nem egészen a regény Marcika Csaba, igazából csak az érdekel, hogy a spanyoloknál ugye végülis egy sok nemzetiségű ország, hogy a katalánoknál, meg a baszkoknál sincs valamivel több szimpátia a magyar emigránsok, meg a kelet-európai emigránsok iránt, mint a spanyoloknál. De nagyon sok szimpátia a mindenütt. Tehát, hogy ezt se segítette, amikor mondtad, hogy milyen nehézségek, ez csak ugye egy ilyen életrajzi kérdés, igazából ez nem kapcsolódik a regényhez, hogy... Jó, de ez nem mint ellenem szólt, hát egyszerűen jön egy ember, és akinek nem az az anyanyelve, és én ugye nem orvos voltam, vagy mérnök, hogy ugye, én egyedül csak a Dumánból tudok megélni. Ezt kérdeztem, hogy Barcelonában, vagy Bilbaóban? Nagyon, nagyon rokon szenveznek el. Spanyolország az a ritka hely, ahol dacára annak, hogy nem tudom, hogy a világon, de Európában mindenképpen az az ország, ahol a legnagyobb rátájú emigráció bevándorlás történt az elmúlt 20 évben. Tehát amikor kimentem 1986-ban, akkor olyan volt, mint Pest. Nem éreztem magam nyugaton, mert csak fehér embert láttam. És mondtam is, hát akkor ez nem nyugat, mert ugye kimegy az ember Bécsbe, már mindenki a utcát, azt négerek söpörték, a mosogatni, arabok mosogatni, szóval ész. Színes világ, az ott rendesen ugye rabszolgált munkát végezte. Spanyolországban nem. Ugyanaz volt. Ma ugyanaz, mint Amsterdam. És ez 20-25 év alatt zajlott le. Tehát a metróban, a metró az már egy New York-i metró. És ez 25 év alatt, ilyenről én nem tudok, mert ez ugye Franciaország vagy Angliában, ez folyamatosan, ez 100 év alatt zajlott. És nincs rasszizmus, és nincs jobbik. És azt, hogy, és akkor vannak ezek a szemétségek az életben, hogy egy mediterrán országban, hogy én magas vagyok, őszhajú és kékszemű, az előny. Könnyebben kaptam munkát. Köszönöm szépen, akkor a két